Nagyon-nagyon boldog vagyok, elsősorban elégedett a srácok hozzáállásával, hiszen az első másodperc az utolsóig harcoltak, sosem adták fel, segítették egymást, szenvedtek, rengeteget szenvedtek, de ez is része a futballmérkőzéseknek. Sosem szabad elfelejtenünk, hogy ebben a csoportban mennyi pontot tudtunk szerezni. Már most van 7 pontunk. Azt is lehet mondani, hogy szerintem megérdemelt az erőfeszítéseink miatt, ráadásul néha jól is futballoztunk, pillanatokig, percekig. Ma este szenvedtünk egy olyan csapattal szemben, mint Oroszország, amelyik főleg otthon elképesztően erős, és én teljes mértékben elégedett vagyok a srácok hozzáállásával. Hogyha arról beszélünk, hogy taktikailag és technikai helyzeteket figyelembe hogyan teljesítünk, az egy másik nézőpont, de ahogy mondtam korábban, mi Magyarország vagyunk, nem Olaszország, nem Németország, nem Franciaország, nem tudunk ide jönni és fölényben futballozni, nyerni mindig, sőt, úgyhogy folyamatosan azt mondom a srácoknak, nekünk két lábbal a földön kell maradnunk, és mindenkinek körülöttünk. A következő kérdés pedig azzal kapcsolatos, hogy az elmúlt 3 mérkőzést hogyan is értékeli, és mit lehet az Izland elleni mérkőzéssel kapcsolatban mondani a mostani találkozókkal kapcsolatban? Azt gondolom, hogy ha valaki a 3 mérkőzést megelőzően azt mondja nekünk, hogy aláírnánk-e 3 vagy 4 pontot, hát talán néhányan alá is írták volna. Nekünk viszont 7 pontunk van most ebben a csoportban, szerintem megérdemelten. Persze voltak pillanatok, amikor nagyon szenvedtünk, ezt a legelső pillanattól kezdve a sorsolásnál már tudtuk, hogy milyen csapatokkal, Oroszországgal, Törökországgal és Szerbiával kell találkoznunk, biztosak voltunk benne, hogy küzdeni fogunk, de realistának kell maradnunk, és persze mostantól kezdve a koncentráció Izlandon van, de a többi csapat ellen is. Nem Andorra, vagy Gibraltar, vagy Málta ellen futballozunk, hanem majd Izlanddal találkozunk, egy olyan csapattal, amely papíron jobb, mint mi. Hogyha az UEFA ranglista értékadó, hogyha FIFA ranglista mértékadó, ha nem ér semmit, akkor az egy másik történet. Köszönöm.